Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. Vendégünk Miklós József polgármester, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Szép jó estét kívánok. Adásunkat felvételről látják, a hűség kedvére annyit el kell, hogy mondjak. A szokásos negyedelőnél vagyunk, újabb negyed év telt el. Milyen volt ez az előző negyed év, de kérhetem azt is, hogy inkább a fél évről beszéljünk kicsit visszatekintve, hisz az utolsó testületi ülés előtt van már, mint a tavaszi testületi ülések utolsója előtt van a testület. Valóban így van. Nagyon sok olyan kérdésben sikerült az elmúlt fél évben is a képviselőtestületnek döntéseket hozni, ami azt remélem, hogy a város további gazdagodását, épülését, erejét szolgálja. Költségvetés talán az, ami ilyenkor a legizgalmasabb kérdés szokott lenni. Arról számolhatok be a tataiaknak, hogy költségvetésünk az eredeti tervnek megfelelően halad. A bevételeink köszönet a cégeinknek, magánszemélyeknek az adó befizetésért, még a mai napig is csordogál, tehát vannak, akik késve ugyan, de az adójukat befizetik. És ez az első fél évi adóbevétel, ez azt mutatja, hogy a terveinknek megfelelően fognak teljesülni a bevételi oldalnak a számai. Ahol még nem látok teljesen biztosan, és ez minden esztendőben így szokott lenni, az az ingatlan értékesítési oldala. Minden évben adunk-veszünk, ahogy el szoktam mondani, hogy a gazdálkodás nem azt jelenti, hogy amit megvettünk, azt örök életre, akkor tartogatjuk a városnak, hanem gazdálkodni kell az ingatlan vagyonnal is. Így az idei esztendőre is beterveztünk néhány ingatlan értékesítést, aztán ha sikerül, akkor örülünk neki, ha nem. Van még néhány olyan ingatlanunk, amit jó szívvel kínálok, lakásépítésre is alkalmas ingatlannal van az önkormányzatnak még néhány. Keressük most a megoldást, hogy hol tudunk még további olyan területet kijelölni, ahol aztán a csok felhasználásával a tataiak is esetleg tudnak egy újabb, szép helyet találni maguknak. Tehát a költségvetésünk működési oldala is, és a fejlesztési oldala is azt gondolom, hogy rendben van. A fél évnek megfelelően, tehát az ütemnek megfelelően halad ezeknek a pénzeknek mind a begyűjtése, mind az elköltése. Parlament által hozott törvények alapvetően beszabályozzák, vagy a működő képességet valamilyen irányba befolyásolják. Született egy döntés, ami az iskolákra vonatkozott. Azt gondolom, hogy kihat a költségvetésre is, vagy egyáltalán hogyan érint ez bennünket? Hát még pontos számot nem tudok mondani, valóban így van, de ez a jövő esztendőt fogja csak érinteni. Tehát van időnk egy kicsit most számolni és utána járni pontosan. Arról van szó, hogy az önkormányzatunk látta el eddig az iskoláink működtető feladatát. Ez 5 iskola épületnek a karbantartását, működtetését jelentette, a villanyszámla kifizetésétől a különböző olyan eszközök megvásárlásáig vagy kisfelújításig, ami az iskola feladatát szolgálta. A törvény most úgy fogalmaz, hogy a jövőben ezeket mind az állam maga látja el. Átalakult ugye a tankerületi rendszer, mi megyénkben egy tankerület lesz, tatabányai központtal, oda fognak tartozni a tatai iskolák, és a jövőben ezeket a karbantartási és egyáltalán üzemeltetési, működtetési feladatokat nem mi látjuk el, hanem az állam maga ezen a tankerületen keresztül. Ami ennek az ellensúlyozása, hogy azt a normatív támogatást, amit ehhez kaptunk eddig, azt az állam átalakítja, logikusan magához vonja, de igazából ez nem egy konkrét összeg volt, amit erre eddig kaptunk, hanem a saját bevételeinkből finanszíroztuk mi is. Ezeket egy kicsit megnyírbálja a gazdagabb városoknál, településeknél az állam. Hála Istennek mi is most már ezek közé kezdünk kerülni, hiszen az egyfőre jutó adóbevétel összege az önkormányzatnál közelíti lassan a 40 ezer forintot, ami egy nagyon-nagyon jó átlagnak számít. Ennek a bevételnek a bizonyos részleteiből kíván elvonni, például mondjuk ez nem bevétel elvonás, hanem egy támogatásnak a csökkentése. Eddig a beszedett idegenforgalmi adónak a minden 1 forintja után az önkormányzat kapott 1 forint 55 fillért,
tehát másfélszer annyit kaptunk hozzá, amennyit mi beszedtünk mondjuk az idegenforgalmi adót, ugye, amit az idejövő turisták szálláskor fizetnek. Ez most 1 forintra csökken például ez az összeg, illetve bizonyos úgynevezett szolidaritási hozzájárulást kell az önkormányzatnak majd fizetni, amiből a nehezebb sorban lévő önkormányzatokat támogatná az állam. Tehát ennek a pontos számait még nem látom, ezt most számolják a kollégáim, amint a hozzátartozó kormányrendeletek is megszületnek, akkor egészen pontosan fogjuk látni, hogy ez a szaldó, ez a mi városunkra mit jelent, csökken vagy nő ilyen értelemben a pénzünk. Másik én, ugye az még nem törvény, de előkészítés alatt van az egészségügynek bizonyos szintű reformja. Ez hogyan érinti? Tehát meg hát egyáltalán rendelőintézet körül mi a helyzet? Ugye sokszor felvetődik, hogy eladják a régit, nem adják, mi lesz a sorsa, az új, hogyan működik, miért így működik? Tehát gondolom, hogy önfelé is elég sok jelzés érkezik. Így van, kérdéseket is kapunk, észrevételeket is kapunk. Nem szeretném Till Attila főorvos főigazgató úr feladatát átvenni. Ugye élesen most már elválik az egészségügyi szolgáltatásnak a feladatköre. Az önkormányzatunk továbbra is az alapellátásért kötelezett. Ilyen értelemben például, ami változás történt, az az ügyeleti rendszerben történt az elmúlt hónapban. Azt vehették észre a kedves tataiak, meg a járásban élők is, hogy a házi orvosi ügyelet központi ügyeletté alakult, ami azt jelenti, hogy a kisgyermekekkel, ha gond van, akkor is a házi orvosi ügyeletünk, a központi ügyeletünk vonul ki, amennyiben a mentőszolgáltatás ugye őket riasztja. Ez egy korábbi lépés volt, hogy a hívás a mentőkhöz megy be, ők eldöntik, hogy ide elég az ügyelet, vagy pedig mentőautót kell küldeni. Ha elég az ügyelet, akkor kiszáll az ügyeletes autó az orvossal és az asszisztenssel, ezen túl a sofőr az egyben asszisztens is, tehát ketten mennek be a lakásba, segítenek, lényegesen nagyobb biztonsággal, gyorsabban folyik így az ügyeleti ellátás. Ez a kicsi, idézőjelben kicsi fejlesztést, ezt az elmúlt hónapban indítottuk el a kistérségi polgármesterek egyetértésével és közös döntésünkkel. A többi részére az egészségügynek pedig az a változás érzéklődik most Tatán érzékelhető, hogy az új rendelő teljességgel beindult. Itt kaptam néhány észrevételt, hogy nincs elég levegő a folyosón, és hogy különböző ilyen apró, de fontos észrevételeket kaptam. Korlátot például most építjük oda a lejtőhöz, hogy zsinagóga előtt könnyebben lehessen megközelíteni a rendelőintézetet, illetve egy új fejlesztés, hogy hátul az udvarban a pszichiátriai rendelés egy teljesen különálló, erre a célra kialakított helységben történik, amit a kórház rendelőintézet bérel az ingatlan tulajdonosától. Tehát folyamatosan kiürül a régi rendelőintézet. Ott maradnak a fogorvosok, tehát az önkormányzati körzeti fogorvosok ott maradnak, illetve Kaiser doktor úr a 8-as körzet házi orvosa rendel továbbra is a rendelőintézetbe, és az a tervünk, az a célunk, hogy ezt a régi rendelőintézetet, ezt miután ugye az állam átvette, én azt kértem a tulajdonostól, az államtól, hogy ezt az önkormányzatunk visszakaphassa. Most tárgyalunk arról, hogy milyen formában vagyonhasznosításra, vagyonkezelői joggal kaphatjuk ezt meg, vagy pedig tulajdonba is vissza tudjuk szerezni a városnak. Ezen dolgozunk most, hiszen azt szeretném, ha ott a vár előtti területnek a tulajdonosai nem sokrétűek lennének, hanem lehetőleg ott az önkormányzat legyen minden szempontból tulajdonban. Ezt a régi rendelőt egyébként az önkormányzat különböző célokra szeretné aztán hasznosítani, addig, amíg ezt az épületet van értelme fönntartani, tehát egy belátható idő. Én 10 évet mondtam, hogy talán 10 esztendő az, amíg ezt az épületet érdemes ebben a formájában fönntartani, ha nem lesz előbb rá egy nagy zsák pénze az önkormányzatnak, hogy valamit csináljunk vele. A cél az, hogy bérbeadással hasznosítsuk, egyrészt ez az egészségügyi szolgáltató rész ott maradjon. A múzeumunknak van szüksége területre, erről most döntünk is a jövő heti testületi ülésen, hogy támogatjuk, hogy a múzeumot béreljen egy nagyobb felületet.
Van még más egészségügyi szolgáltató is a városban, egy magánklinika, amelyik szeretne ott bérelni. Van egy megkeresésünk a postától is, hogy a Kossuth téri posta felújítása idejére szeretnének egy bérleménybe az ideiglenes postát elhelyezni, ez jó eséllyel ide kerül szintén. A pedagógiai szakszolgálat költözik át szintén ebbe az épületbe, a valamikori igazgatói részébe, a Váralja útra, a rendelőintézetbe, így a szülőknek, a gyerekeknek egy lényegesen egyszerűbb megközelítéssel és egy hát a jelenlegi állapotnál lényegesen jobb állapotú ellátásban lesz részük ebben az épületben. Tehát az egészségügy és a város élete így mozog együtt, és így mozdult meg most az utóbbi hónapokban. Azon gondolkodtam, hogy a következő témát mivel kössem, de rém egyszerű, mert a vár másik oldalán található a tó. Tónak pedig van halászati joga, amit a város elnyert. Miért fontos ez? Milyen hozadéka lehet? Így van, az önkormányzatunk, miután az öreg tó korábbi üzemeltetője, használója felszámolás alatt van, ezért nem tudott pályázni a tó hasznosítására. Az önkormányzatunk létrehozott egy KFT-t, öreg tó halászati KFT-t, és a Tatai Sporthorgász és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen az öreg tó KFT cégünkkel pályáztunk az öreg tó halászati jogára. 15 esztendőre nyerte el a város ezzel a cégével a halászati jogot. Ez egy érdekes, meg izgalmas kérdés, hogy az önkormányzatnak meddig, meg milyen mélységig szabad elmennie abba, hogy önmaga üzleti vállalkozásokat is vigyen. Ugye nagy önkormányzatok esetében ez teljesen természetes, nagyon sok üzleti vállalkozást is visznek. Tulajdonképp üzleti vállalkozás az is, hogy van az önkormányzatnak vagyona és bérbe adja az ingatlanjait, és onnan van bevétele. De én úgy gondolom, hogy szükségünk van olyan lábakra is, amelyek termelő vállalatként, termelő cégként az önkormányzatnak hajthatnak hasznot. Ez az egyik oka, hogy legyen további bevétele a városnak. A másik ilyen cél pedig az, hogy ha sokat beszélünk az egészséges életmódról, akkor miért nem teszünk ezért valami konkrét lépéseket? Például azt, hogy idehozzuk, helyben hozzuk, és amit helyben termelünk meg, azt helyben adjuk el, helyben értékesítsük a tataiaknak. Így szeretnénk végre megvalósítani, hogy élő halárosítás folyamatosan legyen a városban. Ezért erre vonatkozó utasítást is megkapta a cégünk vezetője, tehát a cég arról is gondoskodni fog, hogy a városban élő halat lehessen folyamatosan kapni, ne csak advent idejébe. És hát egy másik fontos szegmens pedig az, hogy foglalkoztatni tudunk embereket, tehát egy újabb olyan lehetőség nyílik meg, ahol Tata maga, a város maga tud munkahelyet teremteni. Pályázatokról mindig szoktunk beszélgetni ezúttal is, de most inkább olyanokról, ami még a jövő, vagy éppen már folyamatban, vagy a város éppen beadta, vagy előkészítés alatt áll. Hát ilyen több is van, talán a szomszédba kezdjük a helyőrségi klubbal, hogy ne kelljen messzire menni. Ugye régóta beszélgetünk erről valóban, az önkormányzatunk akkor még volt arra lehetőség, ingyenesen átvette a Magyar Államtól a Honvédség által korábban használt ingatlant, ezt a valamikori tiszti klubot. Ebből az ingatlanból azt találtuk ki, hogy hozzunk létre egy olyan közösségi teret, aminek a munkaneve, vagy a mostani ötlet, hogy minek hívjuk majd, Magyari Zoltán Tudás Központ lenne a neve. És a cél az lenne, hogy azokat a kulturális és a tudományhoz, a kutatáshoz, és a közösség fejlesztéshez, közösség építéshez kapcsolódó, és az üzleti szférának a várossal való minél szorosabb kapcsolatát segítő programokat valahogy egy helyre tereljük, vagy legyen ennek egy központja, és ezért Magyar Zoltán Tudásközpont cím alatt azt kell érteni, hogy szeretnénk ebbe az ingatlanba pályázat útján a könyvtárat áttelepíteni a művelődési házból,
külön kialakítani egy helytörténeti kis kutatóközpontot, ahol a helytörténeti dokumentumainkat gyűjtenénk és kutathatóvá tennénk minden tatai vagy ide látogató érdeklődő számára. Szeretnénk egy olyan lobby kávéházat létrehozni, ahol azt reméljük, hogy a tatai cégek vezetői szívesen használják üzleti alkalmakra, akár kis mini konferenciákra, megbeszélésekre. Szeretnénk benne külön közösségi teret is adni a helyi civil szervezeteknek. Ennek az egész és még egy csomó minden téma, informatika, stb. Kapcsolódik ide. Erre egy úgynevezett helyi akciócsoportot hoztunk létre, amiben vállalkozók, intézmények, civil szervezetek, önkormányzat van benne, és ez a közösség egy maga köré vonzva egy nagyobb közösséget, tehát még több civil szervezetet, még több vállalkozást alakítja ki ennek az új helynek a szellemiségét és a fizikális megvalósítását is. Tulajdonképpen egy kicsit úgy fogalmaztam, hogy azt szeretnénk létrehozni, hogy a Magyari Zoltánról elnevezett programunk, a magyari tervünk mögé tegyünk egy intézményt, és intézményesítsük mindazt a tervet, mindazt a munkát, amit Magyari Zoltán szellemiségéhez kötve Tatán most már hosszú évek óta hozunk létre. Nagy izgalom ez a komplex feladatnak a megoldása. Még nagyobb izgalom ez persze, hogy elnyerjük-e hozzá a pénzt, de jó esélyünk van arra, hogy ezt a kb. 800 millió forintot erre a projektre el tudjuk nyerni, és egy nagyon szép dolgot itt Óvároson tataiaknak létre tudunk hozni. A kőfaragóház, a kálvária, a kápolna az úgy külön-külön többször is előkerül, de most, hogy a szavaival ilyen komplex módon kezelik, tehát egy olyan folyamat indulhat el, ami azt az egész térséget rendezi. A területi operatív programban, területfejlesztési operatív programban, ami TOP-nak egyszerűsítünk, ugye, amiről a megyei önkormányzat dönt, és aztán a különböző szakmai és egyéb döntéseken keresztül jut el végül oda, hogy megkaphatjuk a pályázati pénzt. Ebben a pályázati csomagban szeretnénk több turisztikai jellegű pályázatot is beadni, vagy egyéb városfejlesztési, gazdaságfejlesztő programot dolgoztunk ki. Ezek közül az egyik ilyen turisztikai program a Kőfaragóház Kálvária domb és az ott lévő műemlék együttesnek a felújítása, megerősítése. Ennek a fő vagy zászlóvívő projekt része az a kőfaragóház lesz, tehát a pénz nagy része arra fog elmenni, hogy végre azt a Fazekas utcában lévő gyönyörű épületet felújítsuk. De ne csak felújítsuk, hanem élettel töltsük meg. Ott is arra gondoltunk, hogy az is a közösségeké legyen, tehát valami olyat szeretnénk létrehozni, ami egész évben látogatható, nem egy egyszerű kiállítás van benne, ahova bemegy, megnézi, kimegy, hanem ahol lehet valamit csinálni, valami tevékenykedtetés folyik. Így az emeleti részébe szeretnénk a várból át költöztetni a fazekas kiállítást, amely egy nagyon értékes, a tatai fazekasságot gyönyörűen bemutató gyűjtemény. Ennek szeretnénk a Fazekas utcába egy állandó kiállítását megteremteni úgy, hogy ott rögtön lesz mindig egy olyan fazekasmester, aki a csoportoknak, az odalátogatóknak, vagy az egyénileg oda menő családnak például megtanítja, vagy segít elkészíteni akár mondjuk a karácsonyi ajándékot, valamilyen fazekas szép kerámiát. Tehát hozzá kapcsoljuk ott is a tevékenységet. A földszinti részen pedig különböző egyéb műhelyek és közösségi termek jönnek létre, az udvaron ugyanígy. A sörfőzéstől sok minden előkerült ötletként, hogy mi mindent tudunk majd oda bevinni. Tehát szeretnénk egy újabb olyan közösségi teret teremteni, ami egyben ez az épület lenne a fogadó pontja a Kálváriára érkező turistáknak is. Tehát például a kilátót, a Felner Jakab kilátót, a Sörétornyot ezentúl a Kőfaragóházon keresztül lehet majd megközelíteni. A két udvar találkozik egymással, tehát össze fogjuk kapcsolni, és ezen keresztül lehet a kilátóba is majd fölmenni. Szeretnénk a kápolnát is egy kicsit felújítani, természetesen nagy köszönet a Felner Jakab Kulturális Egyesületnek, ők rengeteget tesznek már most is a kápolna felújításáért, komoly pénzeket gyűjtöttek össze.
velük közösen fogjuk a kápolnát felújítani, és én azt mondtam és kértem, hogy annélkül nem tudom elképzelni a Kálvária dombnak a megújítását, amin mondjuk kertészeti és valamilyen kis bútorzati, egyéb apróságok is elhelyezésre kerülnek, de nem lehet elképzelni annélkül, hogy a szoborcsoportot, Kálvária szoborcsoportot ne faragtassuk újra, ne újuljon meg teljes egészében az a szoborcsoport, ami egy gyönyörű éke Tatának. Itt még az örökségvédelemmel való egyeztetések most kezdődnek. Én remélem, hogy ők is nagy partnerek lesznek ebben, és nagyon szépen megújulhat. Egy másik fontos területe a városnak az építők parkja, főleg így nyáron ott is megkezdődnek a munkálatok, pályázat, sok rétű hasznosítással. Valóban, az építők parkja az a másik, amire a Zöld Város programba adtunk be egy pályázatot. Szeretnénk létrehozni egy olyan pihenő részét a városnak, ami zsivallyal lehet teli. Tehát egy olyan kikapcsolódási hely, ami a mostaninál egy lényegesen fejlettebb infrastruktúrával rendelkezik. Ugye a játszóteret most is felújítottuk, utat építettünk már ott a büfésor előtt, tehát igyekeztünk egy kicsit már komfortosabbá tenni. Ezt fogjuk folytatni, csapadékvíz elvezetés a Deák Ferenc utcáig egészen följön, tehát átjön majd az út alatt, hogy végre a kertvárosiaknak azt a óriási mennyiségű csapadékvíz elvezetési gondját megoldjuk, vagy legalább részben már kezeljük, ami folyamatos gondot jelent. Mellette a játszóteret kicseréljük egy legalább kétszer ekkora nagy játszótérre, bővül a felnőtteknek a fitness udvar rész is. Szeretnénk egy bekerített labdapályát is csinálni, amit bármikor rendezvénytérré tudunk alakítani, egy sátrat, pontosan akkora lesz, hogy egy sátrat rá lehessen állítani. Tehát egy a fiatalabb felnőtt gyerekeknek is lesz egy játszótér rész, ami már a nagyobb gyerekeknek használhat. Tehát az egész család valóban, ha kerékpározik, vagy ha kimegy a építők parkjába csak egyszerűen kikapcsolódni, akkor sok-sok minden eszközt találjon hozzá. Fürdés az Öregtóban? Fürdés az Öregtóban van, nincs tiltva, de nincs is engedélyezve. Legyen inkább cél a fényes fürdő. Egyelőre ez így marad. Nem szeretnénk ott kijelölt szabadstrandot létrehozni, és engedélyezni a fürdést, de nem tudom, hogy meddig tudjuk ezt az állapotot fenntartani. A cél az lenne, hogy aki fürdeni szeretne, az jöjjön ki a fényesre. Két strandot nem tudunk fenntartani a városban, ez nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne. A fényesen viszont azt a fejlesztést az idén megcsináljuk, hogy végre a Grófi tavat, a Katonai medencét kitakarítjuk a betont belőle, kiszedjük még a maradék iszapot a forrástóból, és egy gyönyörű fövenyes partja lesz a Katonai medencének, tehát jövő nyáron csudaszép pázsiton egy folyamatosan mélyülő vízbe tudnak bemenni a fürdőzni vágyók, és ez az igazi ereje meg húzása, azt gondoljuk a tatai fényesnek, hogy igazi forrásvízben fürödhetnek a tataiak. Éppen ezért is megerősítjük az ottani infrastruktúrát azzal is, hogy a két céget összevontuk, tehát a Fényes Kft-nk beolvadt a Városkapu ZRT-be. Berceli Attila vezérigazgató úr egy újabb feladatot kapott, aminek meg kell felelnie a cégnek, ezért sok-sok plusz feladatot is magára vállal, és próbálja ezt az új helyzetet a lehető legjobbá tenni. Minél többen a fényesen jól érezzék magukat. Egy kicsit változtak a jegyárak, úgy gondoljuk, hogy a gyerekeknek szóló nagy-nagy kedvezmény továbbra is fönntartjuk, ott 200 forintra változott a jegyára, és a felnőtteknél továbbra is megmaradt az 50%-os kedvezmény, viszont nem szedünk parkolódíjat, tehát a fényesen a jövőben nincs parkolási díj, parkoló van, de nincs parkolási díj. Egy minimális kis emeléssel beolvasztottuk az egészet a jegyárába, tehát így ezen nem kell bosszankodnia senkinek, hogy még ott külön is kelljen fizetni. Viszont ezt a pénzt mind visszaforgatjuk a fényesre, tehát már az idén is láthatnak további újításokat a tataiak, és remélem ez most, ahogy eddig is, köszönet az előző cégvezetésnek is, az, hogy eddig is folyamatosan újul a fényes, és minél többeket várunk ki.
Közben pipáltam a témaköröket, amiről beszélgetünk, és hát megmondom őszintén, kifelejtettem a bölcsődei konyhát itt az iskolai ellátás kapcsán, vagy az oktatás kapcsán. Talán nem is baj, beszélhetünk is erről valóban külön, mert azt gondolom, ez megint egy, nem csak önmagában az, hogy a bölcsődébe egy konyhára pályáztunk, és fogunk építeni egy 650 adagos konyhát, hanem ennek az egésznek a filozófiája a lényeg, azt gondolom, és abban nagyon komoly támogatást kapok a tataiaktól, amit ezúton is köszönök, és kérem is, hogy gondolkodjunk ebben továbbra is közösen. Azt szeretnénk megvalósítani, hogy a tatai gyerekeknek itt Tatán helyben mi magunk főzünk. Hozzunk létre egy olyan étkezési rendszert, aminek nem csak az a lényege, hogy meleg ételt kapjanak a gyerekek, hanem az is a lényege, hogy ezt milyen módon fogyasztják el, és az is a lényege, hogy ez az adagszám folyamatosan növekedjen. Vagyis, hogy a gyerekeink mindegyike, aki iskolába jár, az akarjon ott ebédelni, akarjon ott meleg ételt enni. Ne csak az anyukája, apukája akarja ezt, hanem maga a tanuló is. Ezért két nagy új konyhát hozunk létre, egyet a bölcsödébe, egyet pedig a Kőkúti iskola konyhájában, konyhája helyén. Egy teljesen új 21. századi full extrás konyhát építünk, ott 1800 adagot leszünk képesek főzni abban a konyhában, tehát minden általános iskolásnak biztosítani tudjuk a meleg étkezését a jövőben. Ehhez külön létrehozunk egy kis zöldség-gyümölcs előkészítő, savanyító üzemet, ahol szeretnénk a konyhai előkészítő munkát egy külön helyen elvégezni, ahova megint csak foglalkoztatás szempontjából is fontos, hogy munkahelyet is teremtünk. És ennek az előkészítésnek az előző lépése pedig az, hogy helyben kívánjuk megvásárolni a terményeket. Föl is állt már az a munkatárs és közösség a Városházán, akik ezt elkezdték előkészíteni. Egy nagyon komoly logisztikával szeretnénk megvalósítani egy helyben termelt árut, a saját halunkat, például, amit Tatán majd halászunk. Jó lenne elérni mondjuk, hogy tataiak háromszor annyi halat egyenek, mint az országos átlag, mert hogy egy nagyon-nagyon egészséges történetről van szó. A gyerekeknél is ezt szeretnénk. És egészen odáig elvíve, hogy amikor a megfőtt finom ételt a pedagógusok segítségével az asztalra tesszük, akkor pedig az étkezésnek azt a kultúráját is ott tanulják meg a gyerekek az iskolába, hogy mintha étterembe étkeznének olyan körülmények biztosításával, kulturáltan, közösségi étkezésnek a szép megoldásával. Tehát például egy példát csak hadd mondjak, hogy nem előre kiadagoltan szeretnénk az ételt odaadni a gyerekeknek, hanem a tálat az asztalra téve mindenki annyit eszik, amennyit tényleg meg tud enni, és amennyit szeretne. Ezzel a módszerrel kicsit tovább víve az étkezés kultúráját és a gyerekeink egészséges életmódját szeretnénk a tataiaknak segíteni. Tehát ez így komplexen, így egy komoly projekt lesz. Innen viszont könnyű átkötni a sportot és az egészséges életmódot, de akkor sportcsarnok. Sportcsarnok folytatódik az építkezés, ahogy a TAC erről már beszámolt. Lázár Ottó elnök úr arról tájékoztatott, hogy megindult az építkezés a második ütemben. Ha minden igaz, akkor most azt ígérték a kivitelezők, hogy decemberre elkészül a csarnok, tehát én azt remélem, hogy karácsonyi ajándékként megkapja a város ezt a gyönyörű új létesítményt, és már az újévi koncertet tényleg már ebben az épületben tarthatjuk. A hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítása is folyamatban van, és van egy másik, egy harmadik ütem tulajdonképp, szabad így nevezni, amit ugyan nem a TAC pályázott meg, hanem a Kőkúti iskolának a sportegyesülete, a DSK-ja, a Kőkúti Sasok. Ők arra pályáztak, hogy a sátorban lévő kézilabda pályának a felületét felújítják, tehát egy újat építünk, inkább így mondom. A mostaniban egyébként fél méter lejtés van, tehát ezt, amikor jeget csináltunk, ezt érzékeltük. Tehát most egy új pályát építenénk, amit nyáron egy műanyag borítással látunk el, télen pedig ezt a műanyag borítást felszedve jeget tudunk csinálni a sátor alatt.
és egy nagyon szép, elegáns új sporteszköze lesz így a Kőkuti iskolának. Plusz megépül a híd a iskola és a sportcsarnok között, egy kis átjáró. A gyerekeknek kabátot ne kelljen átvinni a sportcsarnokba, amikor testnevelés órára mennek. Remélem, ugye most ez a változás az oktatási rendszer átalakulásával, én remélem, hogy meg tudok egyezni az új fenntartóval, és ennek a sportcsarnoknak a közös használatát és igénybevételét az iskola részéről biztosítani tudjuk, és valami fajta normális, kiegyensúlyozott anyagi feltételt tudunk ahhoz teremteni, hogy fenntartható legyen ez a nagyszerű új eszköz. És hát a sportnál vagyunk, akkor azért hajrá magyarok egyrészt. Focilázban élünk, és szenzációs dolog ez a továbbjutás, csak így tovább. Ehhez kapcsolódóan a napokban néztük meg a futballpályánkat és az ott épülő öltözőblokkot, ami szeptemberre szintén elkészül, tehát jó eséllyel a következő évadot a tatai futballisták már az új futballpályán játszhatják. Ott épül egyébként a kosárlabda csarnok is, tehát sportfejlesztésekben az eddigi ütemnek megfelelően haladunk tovább. Hogyha már sportet, akkor a vívósporttól is, Kunannáról is essék szó, mert méltánytalan lenne a dolog, gondolom, ha őt nem hoznánk nagyon szóba. Így van, valóban, köszönöm szépen. Nagyon nagy öröm az, hogy tatai versenyző Európa-bajnokságon, felnőtt Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként versenyezhet tatai színekben. Tehát Kunanna, mint a tatai OMS Iron Trade sportegyesületnek, Vívó Egyesületnek a tagja van ott a felnőtt Európa-bajnokságon, mint magyar válogatott, és párbajtőrben indul. Szívből drukkolunk neki, és már a kiutásért is tényleg gratuláció az edzőinek, Plásztán Attilának és a többi edzőnek is. Nagyon nagy öröm az, hogy volt értelme például ennek az ötletnek is, hogy adjunk ösztöndíjat a fiataljainknak, akik kiemelkedően sportolnak. Én a tömegsport híve vagyok alapvetően, és a széles bázison lévő sportegyesületi munkának nem kell mindenkinek kiemelkedő versenyzőnek lenni, de mindenkinek kéne mozognia. Ehhez viszont szükségünk van néha egy-egy ilyen nagyszerű személyre, akik példát mutatnak a gyerekeknek, akik húzzák a gyerekeket be a sportegyesületbe. A foci is most biztos ilyen lesz, de a vívás is ilyen tatán régóta, hogy egy-egy ilyen nagyszerű szereplés mindig újabb gyerekeket vonz be a sportegyesületbe. Természetesen az összes többi tatai sportklubnak és eredményt elérő versenyzőnek is gratulálunk, de most ők fantasztikus szintez és lehetőség ez, hogy Anna ott van az Európa-bajnokságon. Diákokról van szó, akkor beszéljünk egy kicsit a diák munkáról is, hisz ez is többször felvetődött már ennek pro és kontra értelmezése is, de inkább arról szólna ez, hogy nem árt, hogyha a gyermekek meg tudnak tanulni azt, hogy az élet miről szól, tehát dolgozni is kell, van egy ilyen szedély, csak korábban nem nagyon volt rá lehetőség, sokan szerettek volna, de most hál' Istennek megfordult a dolog. Én egy súlyos bűnnek tartom azt, hogy hosszú évekig nem volt lehetőség arra az előző kormányok idején, nem volt arra lehetőség, hogy diákmunkát szervezünk. Sőt, volt olyan oktatási államtitkár a Gyurcsány kormányban, aki arról döntött, hogy a szakközépiskolákban nem dolgozhatnak az első két évben a gyerekek, tehát gyakorlati munkát se végezhetnek. Hála Istennek másképp gondolkodunk ma. Én negyedik osztályos voltam, általános iskolás negyedik osztályos, amikor először nyáron elmentem dolgozni pénzért, fizetésért akkori TSZ-be. Vízhordó legény voltam, nagyon büszke vagyok erre, és onnantól kezdve, hála a jó édesanyámnak, minden esztendőben segített megszervezni, és minden esztendőben teljesen természetesnek tartottam, hogy nyáron elmenjek valamilyen munkát végezni valahova, és rengeteg tapasztalatot szereztem ez alatt az évek alatt a nyári munkába. Elnézést, nem magamat akarom előre tolni véletlenül se, csak gondolom így van nagyon sok néző, akik szintén velem egykorúan vagy idősebbek, mindenki tette nyáron ezt a részét is, nem csak a nyaralás volt fontos, hanem elment dolgozni. Mostani kormány külön támogatással, tehát ezt az állam fizeti ezt a diákmunkát, az önkormányzat legfeljebb kiegészíti, ha szükség van rá, de teljes egészében a magyar állam fizeti a diákmunkát az országban. Tatán 160 diáknak tudunk adni állást a
a nyárra, két hónap a lehetőség, két hónapon keresztül lehet dolgozni, 4 vagy 6 órában, 16 és 25 év közötti fiatalokat várunk, és a város, miután a város kaphat ilyen támogatást, cégek nem kaphatnak, a városi cégek természetesen oda kihelyezhetünk a non-profit cégeinkhez munkatársakat, fiatalokat. Így a városnak a különböző pontjain, a szociális ellátástól, a múzeumon, a Városkapu, Városgazda, fényes cégeinken keresztül, nagyon sok önkormányzatnál bent a hivatalba is várjuk a dolgozni vágyókat, tehát egy nagyon komoly portfólióval álltunk ki a diákok elé. Én nagyon bíztatom a tatai fiatalokat, hogy próbálják ki magukat néhány hétre, muszáj egy hónapot vállalni, legalább néhány hétre, hogy milyen az reggel 8-ra fölkelni, bemenni a munkahelyre, nem kell iskolatáskát vinni, ez már önmagában is egy jó dolog lehet annak, aki a fejében hordja a tudását, és kipróbálni azt, hogy milyen egy közösségben ott lenni napi x órát, és valami olyan feladatot elvégezni, ami ezt a várost építi tovább ennek a közösségnek, ilyen értelemben is kipróbálni, hogy hogyan lehetnék én majd hasznos tagja. És mekkora értéke lesz annak az eszköznek, amit ebben a jövedelmen keresztül tud megszerezni, megvenni mondjuk egy mobilt, vagy bármit, onnantól kezdve ezerszer jobban vigyáz rá, azt hiszem. Így van, így van. És szerintem az a díjazás, amit ezért tudunk fizetni, az is egy tényleg korrekt diákmunkához tisztességes bér, 55 ezer forint, ha jól emlékszem, egy 4 órás állásért a fizetség. Tehát valóban így van, hogy azt a pénzt egész másképp költik el a gyerekeink. Mondta, hogy egy komoly témát mindenféleképpen említsünk, és ez a migráció. Nem tudom, hogy ennek most milyen hozadékával kapcsolatosan gondolta, hogy beszélgessünk, de hát akkor a lehetőség. Én csak az miatt szeretném megemlíteni, hogy egyrészt köszönet továbbra is a tatai rendőröknek. A tatai rendőrség munkatársainak továbbra is rendszeresen szolgáltat kell vállalniuk a határon. Köszönet érte nekik. Az a munka, amit ők ott a déli határokon végeznek, és védik Magyarországot a migránsokkal szemben, és az illegálisan bejövő migránsokkal szemben, ez egy óriási feladat, másrészt meg egy óriási megnyugvás a tataiaknak, hogy mi is egyrészt részt veszünk benne, másrészt meg, hogy nekünk nem kell külön védekezni ezzel. A másik ugyanez a köszönet a honvédség felé, ahonnan szintén rendszeresen ott vannak a katonáink, és szolgálatot teljesítenek, és segítik azt, hogy Magyarországon az ne egy átutazó ország legyen. Az, aki böcsületes szándékkal, tisztességes szándékkal, papírokkal, személyazonosítással jelentkezik a határon, azokat mindenkit a törvényeknek megfelelő rend szerint beengednek az országba, és biztosítják a lehetőségét, hogy elnyerve a letelepedési lehetőséget, tovább utazzanak, ahova akarnak. De az, hogy Magyarország egy átjáró ország legyen, ezt nem szeretnénk mi sem, ezért folyamatosan szeretném kifejezni a hálámat tényleg a rendőrség és a katonaság honvédség munkatársai felé, akik ebben óriási segítségére vannak, Tatának is, természetesen az egész országnak. És hát ugye tegnapi apropó talán, vagy tegnap előtti, hogy az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a népszavazással szembeni észrevételt nem támogatja és elutasította. Ez azt jelenti, hogy a köztársaság elnök úr 2 héten belül ki kell, hogy írja a népszavazást a betelepítési kvóta ellen, a kötelező betelepítési kvóta ellen, amiben ugye ősszel valamikor majd népszavazni fogunk, aminek az a lényege, hogy nem szeretnénk, hogy más döntse el, hogy Magyarországon ki éljen. Engedjék meg, hogy ezt mi dönthessük el, és ebben való részvételünket szeretnénk majd ősszel, vagy ebben a döntésben való megerősítést szeretnénk ősszel megtenni, de hát erről majd még biztos sokat fogunk beszélgetni. Többször is szóba került a kis térség, illetve a járás és a beszélgetésünk kapcsán. Nem nagyon szoktuk ezt úgy külön kiemelni egy ilyen negyedelőnél, de mint a kis térségnek a vezetője, arról is
esik nem ma este néhány szó, hogy hogyan működik ez a rendszer, mennyire harmonikus, mi az, ami gondot okoz, mi az, ami jóvá teszi ezt a fajta összetartozást. Nagyon fontos kérdés valóban. Én azt gondolom, hogy minden kistérségünkben élő polgármester büszke arra, hogy egy ilyen kistérségnek lehetünk a része. Ha csak azt említem meg, hogy a magyarországi járások sorba tételénél, hogy kik a legeredményesebb és a legjobban működő járások, a sok-sok szempont alapján a legjobbak, kis szerénytelenség nélkül hadd mondjam így. Ebben a versenyben a 176 járásból Tata a negyedik, a tatai járás a negyedik. Ez nálunk pont a kistérségünket fedi le. Most ebben minden kistérségi polgármester társamnak a kemény munkája benne van, és benne van minden cégvezetőnek a kemény munkája, de minden helyben lakónak, az itt élő polgároknak a munkája, az intézményeinknek, a civil szervezeteinknek, az egészségügyi szervezeteinknek, tehát mindenkinek a munkája benne van. Ez önmagában egy nagyon jó dolog. Na most ezt kell nekünk tovább erősíteni és fenntartani a kistérségi szövetségünkön keresztül. Mi működtetjük, mint kistérség a Szociális Alapellátó Intézményt, mi működtetjük az idősek otthonát, a Fényes Fasorit Kocsi utcait, és belső ellenőrzésünket, egy csomó mindent közösen végzünk még el ezen túl. És azon folyamatosan azon dolgozunk, hogy hogyan lehet ezt a kistérségiséget, ugye ezt is Magyari Zoltánnak köszönhetjük, ugye a mi járásunkat, a tatai járást, tovább erősíteni. Most például azon dolgozunk, és a héten levő kistérségi ülésen arról tárgyalunk, hogyan lehetne a kistérségünk egészére kiterjeszteni azt a kamerahálózatot, kamerarendszert, ami a bejövő utakat most Tatán megfigyeli. Szeretnénk azt, hogy az egész kistérséget lássuk egybe, tehát minden település, aminek bekötő útja van kívülről, oda szeretnénk egy kamerát elhelyezni idővel, ezt fogjuk folyamatosan építgetni, ezt a rendszert, például a magunk biztonsága érdekében. De mondhatok ilyet még sok egyebet, például azt is, hogy a oktatás területén is van együttműködés, hiszen a Vaszari iskola lesz most a Vaszari iskolához tartozik a jövőben a Tardosi általános iskola. Vagy azt, hogy a civil szervezeteink, például Magyari Zoltán Évfőiskolai Társaság az egész kistérség hálózatra épül és szeretné bevonni minél többeket onnan. És így tovább. Tehát sok ilyen jó együttműködésünk van a helyi polgármesterekkel, akik óriási munkát végeznek, mert egy kicsi hivataluk van. Magának a polgármesternek lényegesen több mindenhez kell személyesen is értenie is, meg utána menni a dolgoknak, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a kistérségünkre, és igazán gratulálok a polgármester társaimnak. Utolsó testületülés, mármint az első fél utolsó ülése meg lesz jövő héten. Utána pihenő következik privátban, vagy továbbra is lázas munka? És is, valóban ez a jó megfogalmazás. Ugye nagyon izgalmas lesz még ez a nyár, hiszen egy olimpia is előttünk van, ahol ráadásul az eddigi hírek szerint lesz tatai résztvevő is, aki ugyan már nem Tatán sportol, de tatai, úgyhogy Horváth Bencének ezúton is gratulálunk a kijutáshoz. Reméljük, hogy minden rendben lesz, és valóban meg is tud érkezni Rióba, és jó eredményt fog hozni. Személyesen, természetesen valamennyi szabadságot megpróbálok én is kivenni, hogy egy kicsit kifújjuk magunkat, de a munka dandárja előttünk áll, azok a pályázatok, amit említettünk, azokon túl vannak további olyan pályázataink, amit meg ősszel kell beadni, tehát ezeknek az előkészítése az a nyárra marad, és van néhány olyan feladat, amit pedig szintén a nyáron kell még majd kiteljesítenünk, mondjuk az Öregtó Kft.-nek a fölépítése és az elindítása, ennek a halászati munkának például az elindítása, ehhez kapcsolódó ügyeknek a vitele, de több olyan tárgyalás vár még ránk, ami például az állammal való egyeztetésünk az előbb említett ingatlan ügyben, vagy egyéb kérdésekben, és hát elindul az Eszterházi kastély felújítása, tervezzük a várnak a rekonstrukcióját, dolgozunk ott is, nagyon komolyan tervek készülnek, és hát a vizeink pedig jönnek, ha kell, ha nem, ha mondjuk, ha nem, a hála Istennek a forrásvizeink jönnek, ugye épp a napokban a várba kellett egy újabb forrást elfoglalni és megoldani az elvezetését,
ezek a munkák folyamatosak, tehát rengeteg szép feladat vár ránk a nyáron is. Főgármester, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Nézőnek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok.